Augusztusban is számos programot tervez a turinformod a Székesfehérváron, amely során a történelmi belvárosban, a természetben vagy a teljes területet körbejáró kabrióbuszon is kirándulhatnak az érdeklődők. Szegő Kristina, a székesfehérvári turisztikai közhasznó nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, a nyár utolsó hónapjában is minden pénteken szerveznek fákás sétát. Vannak gyalogos városnéző sétáink, amelyeket a nyáron, főleg augusztusban, esti időszakban fákjával tartunk. Ezek a kicsit sejtelmes, titokzatos, izgalmas túrák elsősorban a történelmi múltunkat, történelmi örökségünket mutatják be, a belváros azon részeit járjuk végig ilyenkor a csoport Tal, ahol erre az időszakra vonatkozó emlékeket találunk nagy számban. Szegő Krisztina hozzátette népszerű program a panorámabuszos kirándulás, amely szombatonként 17 órakor a piac téri indul. A nyáron nagyon-nagyon kedvelt a panorámabuszos kirándulásunk, eddig az Aranybulla emlékműhöz indítottuk az elmúlt években a buszunkat, most viszont itt mindig újdonságot keresünk, az Alba arénába visszük az utasokat, így aztán jut egy kis kabrió élmény, egy kis városnézés, hiszen idegenvezető is megy a csoporttal a buszon, és egy kis hűsítő arénatúra, nagyon nagy érdeklődés övezi még mindig az új létesítményt, és nagyon izgalmas a, a benti körbevezetés is. A továbbiakban vasárnaponként 10 és 12 óra között látványos állatorvosi bemutatók szakvezetett séták várják a vadvasárnap vendégeit illetve folytatódik a Sóstól látogatóközpont központ limonádé túrája is. Augusztus 10-én szombaton 10-15-től a látogatóközpont bejáratától indul a csapat, bejárva a Sóstó természetvédelmi terület legszebb helyszíneit. A programokra a Turinformiroda honlapján lehet regisztrálni.